Sziasztok, Mongufták! Ez a nap is eljött, vagyis hát el fog jönni. Holnap 5 éves lesz a csatorna. Nagyon durva, raktam ki egy videót, amilyen át tudtok még kommentelni, hogy hogy érzitek magatokat, miket szerettek a csatornán, melyik játékokat, stb. Azt nézzétek meg, még holnapig van idő, fogunk az elején a kommentekről beszélni. Mi várható holnap, gyerekek? Konkrétan kezdünk egy izgalmas Fall Guys-szal, mert nagyon sokat dilemmáztam, hogy Alícia Online vagy Fall Guys legyen, amivel megnyitjuk ezt a születésnapi live-ot. Hívjuk szerintem nyugodtan egy hatalmas nagy bulinak az egészet, ugyanis 12 órás live lesz kerekítve, mert nyilván lesznek benne szünetek, átállások, stb. Mint ahogy az eddigi években is voltak. És arra jutottam statisztikailag, hogy többen játszátok jelenleg a Fall Guys-t, mivel ugye ingyenes, mondjuk az Alicia Online is, de tudom, hogy van, akinek a gépén nem fut, vagy nem tudja feltelepíteni, vagy hasonlók. És most nyilván alapvetően, mivel ez egy közösségi ünneplés, hiszen nélkületek a csatorna sem működne, és nem úgy haladnánk előre, ahogy haladunk. Így úgy döntöttem, hogy legyen a Fall Guys. Igyekszek keveset rage-elni, mert hosszú nap áll előttünk, és nem akarok egyből kiégni már az első szakaszban. Várok mindenkit játszani, szurkolni, beszélgetni, és a Fall Guys előtt természetesen lesz egy ilyen negyed óra beszélgetős rész, ahol összegzünk, mi történt az elmúlt egy évben, stb. Stb. Második játék, igazából négy játék lesz, második játékon sokáig gondolkoztam, hogy ugye nagyon-nagyon szeretjük újra az Among Us-t, és nekem is az egyik kedvencemé vált, és tök jó live-okat megyünk, viszont én dobtam egy csavart az egészen, mert nem Among Us lesz, tehát most csak azt látod, hogy igen, ez a játék, és ehhez hasonló lesz, egy teljesen új játék érkezik a csatornára, számítok rátok, srácok, szerintem nagyon vicces lesz, nagyon jó lesz, mutatom is, hogy tudod letölteni akár Steamen, ez nem más, mint a Goose Goose Duck. És telefonon is ingyenes, Steamen is ingyenes, és telefonon is fontos kihangsúlyoznom. Letöltöd, regisztrálsz, itt meglátjátok, hogy nem is olyan sok idő, amíg letölti igazából. Nem tudom, írjátok meg kommentbe ki az, aki játszott már a játékkal, kinek van esetleg már letelepítve a gépére vagy a telefonjára. És a játékkal kapcsolatban mik az eddigi tapasztalataitok, mert többen is ajánlottátok, emiatt esett a választás arra, hogy adok neki egy esélyt. Elvileg sokkal, de sokkal több játékmód, több pálya, több érdekesség, begyűjthető cucc van, mint Among Us-ban. Nyilván nem szeretném az Among Us-t elhagyni, de most egy kicsit gúnározzunk és kacsázzunk. A tematika hasonló, és rájöttem, hogy eleinte azért tartózkodtam tőle, mert hogy kopi játék, de rájöttem, hogy nem kopi, hanem csak hasonló tematikájú, mint ahogy a Pokémon Unite se kopia a LOL-nak, csak hasonló játék. Ugye beléptek, akkor be kell jelentkezni, én a Google fiókommal jelentkeztem be, amint készen vagy, be tudsz írni egy becenevet, egy keresztnevet és egy vezetéknevet. Én jó ötletnek tartanám, hogyha ma akár beregisztrálnátok, akár mennétek egy kört, kipróbálnátok, hogy milyen az egész játék, hogy ne holnap szembesüljünk az egésszel, bár én valószínű holnap fogok, még az, hogy a tutoriált megnézem-e, az még eldől, lehet, hogy igen, hogy azért ne bénázunk annyit ide. Be kell írni egy becenevet, de nem engedte az, hogy Mongufta, mert a Mon után már valami káromkodásnak érzékeli más nyelven, úgyhogy így tudtok megtalálni, M-Family Dave, remélem, hogy meg tudtok találni. Van napi jutalom, ez egy jó dolog, mert kapunk ilyen coint, XP-t, meg egyéb másfajta coint, meg hasonló dolgokat. Ami pozitívum, hogy elvileg free to play, tehát hogy mindent meg tudsz szerezni sok-sok játékkal és idővel és erőfeszítéssel, nem feltétlen muszáj vásárolni, nyilván van vásárlási lehetőség is, erre ki fogunk térni. Itt a beállításoknál a hangot még majd professzionálisabban fogjuk, most csak úgy körülbelülre próbálkoztam, és ja, remélem, hogy minden jó lesz. Ami plusz az Among Us, a csendes, de halálos fingok. Micsoda? Ezt mégse pipálom be, nem tudom, hogy a halálos, csendes fing az mit csinál. Itt nyugodtan írjátok le a kommentbe. Tehát ez meg fogja adni a hangulatát a játéknak. Igen, tudnak a gúnárok és a kacsák elvileg fingani, és annak is van különböző játékmódokban igenis nagy haszna. Itt láthattuk, hogy miként működnek melyik gombokkal. És ja, nézzétek át a beállításokat.
Én nagyon kíváncsian várom. Nézzétek, tehát hogy konkrétan ilyen támadásokat tudsz majd beszerezni és beállítani, akkor lesz ilyen társadalmi játékbeli bónuszt ad, több zsetont, meg mindent. Ez hasznos dolog lesz és érdekes tematika, tehát hogy azért szerintem bőven lesz min agyalni és kialakítani mindenkinek a saját tetsző kis dolgát. Itt lehet a fingot beállítani, hogy milyen emoji legyen a fingba. Gyerekek, én ezen elvesztem, kifingtunk, tehát hogy érted? Én már szakadok a röhögéstől. Illetve ugye ruhákat tudunk majd nekik venni. Ez teljesen jó. Nekem legalábbis tetszik. És ami a legjobb tényleg, hogy elvileg minden megszerezhető lesz játékbeli pénzből is. Tehát nem muszáj vásárolni. Nyilván ha sokat játszunk vele, akkor idővel majd meglátjuk. Wow, itt ilyen érdekes dolgok vannak, hogy majd létre lehet hozni ilyen saját. Tehát kraftoló része is van a játéknak. Ez azért így bőven azt mondom, hogy ez igen. Ez igen, itt lesznek kártyák, zászlók, amiket meg lehet majd szerezni. És akkor nézzük meg azért a fizetős részt, itt ilyen pakkok vannak, ha jól látom, mind ruha, mind coin, és az a másik fajta coin. Nem néz ki rosszul azért, ezt meg kell jegyeznem. Mi az a party goose? Ez holnapra annyira adná party goose baby, bár 20, 20, 20 dollár, vagy 20 euró. Ezért ez a szép ár. De figyelj, hát, tényleg azt mondom, hogy ingyen is el lehet kezdeni, és ingyen is tudunk játszani. Attól függetlenül megjegyeztem, hogy jól néz ki. Úgyhogy várok mindenkit azzal a játékkal, és utána pedig érkezik a Fortnite, amiben most nagyon-nagyon kalandos részeink voltak. Tehát ez az Indiana Jones, amit behoztak, itt a legnagyobb bakimat direkt belevágtam. Tehát konkrétan figyeld, levettem az aranyat, jön a nagy golyó, és a csapattársaimat ezzel a lendülettel kiütöttem. Tehát, hogy ez szerintem egy moziba is díjnyertes pillanatot érdemelne. Mert reméljük, hogy nyilván ilyenek nem lesznek, mert azért majd törekszünk a jó közös játékra. Inkább ilyenek legyenek, figyelje, jön a vihar, Devatól közben harcol. A farkas rám támadott, és beszelídítettem, és tovább mentem. Tehát azért én örülnék egy ilyen fajn szituációnak, viszont küldizni is fogunk, de én nagyon-nagyon várok mindenkit fortizni is, és azért tényleg fejlődő képességet mutatunk, úgyhogy nagyon élem a mostani Fortnite live-okat, ezért esett a választás arra, hogy a Fortnite mindenképpen legyen a mai négy játék egyike, mert szerintem jelenleg a csatornát ez is jelképezi, és hát egy játék maradt hátra, amit a késő délután per esti szakaszra tettem, doppergés, a Genshin Impact. Mint láthatjátok, elkezdtük a szigetelést, már mi nem úgy, hogy házat építünk és javítunk, hanem a szigeteken utazgatunk, hajózunk és keressük a kagylókat. Ezeket fogjuk folytatni, mert elvileg már Fischl ruháját meg lehet szerezni, írd meg kommentbe, te megszerezted de már, illetve írjátok meg jelenleg mennyi kagylót tudunk holnap kifarmolni, meg fogjuk keresni. Bosszozás is lehet, hogy belefér, de ezt nem ígérem, most inkább barangoljunk az eventnek a szigetein. És várok ide is mindenkit játszani, beszélgetni, szurkolni, de az egész napra várok bárkit, ha csak egy sziára be tudsz jönni, én már annak is örülök. Nézzük meg, mennyien veszünk részt a születésnapi live-on, elérjük-e a 6000-et, és várok mindenkit sok szeretettel, éljük meg együtt a pillanatokat, holnap találkozunk. Ja, azt elfelejtettem, 9 órai kezdés lesz, 9-től este 9-ig. Legyen szép napotok, ha tetszett, dobj egy lájkot, és írd meg, melyik játékot várod a legjobban. Sziasztok!